Hölgyválasz Extra. Komoly témák, könnyed beszélgetések? A Hölgyválaszban mind a kettőre volt példa az idei évben. Műsorunkban ma 2020 legemlékezetesebb pillanataiból válogatunk. Nem tudom, hogy értétek meg egyébként ti az anyává válás pillanatát, abból a szempontból, hogy én például olyan maximalista anya szerettem volna lenni, tehát úgy vágtam bele, amikor a pucakomba volt az első gyerekem, a másodiknál már nem, hogy ezt nagyon jól kell csinálni. És ettől kezdve megszületett, és bennem volt egy ilyen szorongás, amit persze, hát nyilván az ember át is plántál, a pici emberke mindent érez. Valahogy ti is így álltatok neki, hogy olyan maximális anyák leszünk? Igen, ehhez tudok csatlakozni. Nálunk is az első volt a... Én is. Igen, tehát pont az előbb ugye kint beszélgettük, hogy az első szülött gyereknek azért van egy ilyen... Kicsit tehát teher, egy olyan szerepe, hogy rajta tanulunk meg egy csomó mindent, egy új tapasztalást, egy családdá válást és mindenféle dolgot. Én hallgattam olyan körülöttem lévő anyákra, nagymamákra, dédmamákra, akiknek már nyilván volt egy tapasztalása, hogy anyaként hogyan nevelik a gyereküket, nem jött be. És el kellett telni több hónapnak, hogy ne ostorozzam magam amiatt, hogy az, amit ők jó szívvel tanácsoltak, az nálam nem működik. Az én gyerekemnél nem működik, és ezt fel kellett ismerni, hogy utána azt tudjam mondani, hogy rendben, köszönöm szépen a jó tanácsot, de én máshogy csinálom. De hogy azért ezek mindig olyan érdekes kettősséget okoztak személy szerint bennem, de amikor azt tudtam mondani, hogy köszönöm, de akkor ebből nem kérek, hanem azt mondtam, hogy a gyerekemre hallgatok, akkor indult el az a fajta ösztönös gyerek, anya, apa, háromszöges kommunikáció, testbeszéd, egymásra hangolódás. Szóval ezt kellene egy kicsit föléleszteni szerintem az újdonsült anyukákba, apukákba. Gyakorlatilag pszichológusként azt gondolna az ember, hogy amikor te vártad a gyerkőcödet, akkor hát szakember egyszerűen egy mennybe menetel volt maga a szülés, utána a gyereknevelés az pedig egy ilyen laza futam. Tehát, ez pont így volt. Ugye téged nem? Így is volt? Így is volt, ez így is volt. Ugye mi abszolút nagyon korán elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy minden rendben legyen nálunk, és van maximalizmus, perfekcionizmus. Természetes gyengéd születésre született a gyermek, nagyon sok anyamagzat kapcsolatanalízis módszerben vettem részt, én is tanultam, mi is alkalmaztuk hárman. Tényleg minden csodálatosan rendben volt, ugye, hogy a nagykönyvben meg van írva egészen 2 éves korig. Amikor is, hát egyszer csak természetes és nagyon egészséges módon elkezdte nem azt akarni, amit én. Még akkor sem volt probléma, mert nagyon megörültünk neki, mert tudjuk, hogy 2 éves korra szakmai nyelven differenciálódik az én, az ő kis szelfje, és elindul az ellenállás és a határkijelölés, ami azt jelzi, hogy na, eddig a percig nagyon egészségesen szerveződött az ő kis lelke. Igen, nem, de hát aztán jöttek ugye a reggeli elindulások, az esti lefekvések, a ide kell menni, oda kell menni, más is van, mint amit ő szeretne, és egyszer csak jött egy kicsit az arcon csapás, hogy hát oké, hát hogyan is kell akkor ezt csinálni. Pontosan azért, mert hogy akkor már egy ideje tartottunk, ezzel foglalkoztam előtte is főállásban, hogy kommunikációs tréningeket tartottam, amit mai napig, és ott álltam, hogy hát egy 2 éves mégiscsak kifog rajtam kommunikációsan. És aztán nagyon sok könyvet beszereztünk pluszba, nagyon sok plusz képzésen, előadáson jártunk a férjemmel együtt, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon jók ezek a kis módszerek, technikák kommunikációsan, de igazából a helyzetben, ha mi nem tudjuk uralni a saját automatikus reakcióinkat, ha mi nem tudjuk kezelni a saját érzelmeinket, akkor nem fog menni az, hogy ráhangolódjunk a gyerekre, amikor kell megnyugtassuk, amikor kell határozottak legyünk, és egyáltalán elérjük azt, amit mi szeretnénk. A felnőttkori szokásokat ilyenkor, gyerekkorban, kisgyerekkorban kell kialakítani, és valóban, hogyha belép a lakásba, és otthon általában az ajtó közelében a fürdőszoba, és egy kézmosással kezdődik minden nap otthon,
hogy minden hazaérkezéskor, akkor valószínűleg az óvónéniknek, vagy az iskolában is könnyebb, hogy ezt megtegyék rendszeresen a gyerekek, és valóban ezzel egy jó kis alapos folyóvizes szappanos kézmosással a legtöbb kórokozót le lehet mosni a kezünkről. Ha éppen erre nincs lehetőség, mert úton vagyunk, akkor vannak ugye ezek a kis alkoholos, kis kézfertőtlenítőszerek, az is egy jó módszer. És a másik, aminek nagyon örültem, hogy valóban felhívtad a figyelmet az ilyen aromaolajoknak a jótékony hatására, akár a tejákban, akár a gyógynövények bármilyen formájában, ha alkalmazzuk, azok szintén nagyon jók, meg a vitaminok, főleg azért, mert a légutaknak a szabadon tartása egy felső légúti vagy lefelé irányuló fertőzés esetében nagyon fontos. Itt előtte éppen beszéltünk Tündével, hogy mennyi alcüreg gyulladást meg lehet előzni, hogyha szabadok az orjáratok, és ezek segítik ezt is, és akkor nem biztos, hogy valóban már gyógyszeresen kell beavatkozni, már orrcseppet, másfajta tüneti szereket kell felírni, hiszen így a betegség elején ezek a hatékony megoldások nagyobb valószínűséggel segítenek, mint amikor már kialakulnak a szövődmények. És még egy dologról talán nem beszéltünk, hogy főleg felnőttek is, hogyha influenzások lesznek, és rögtön az első magas láznál felhívják a házi orvost, még az is szóba jön, hogy azért influenza, típusos influenza ellen van speciális gyógyszer. És az első két napban elkezdve annak a szedését, az csökkentheti a tünetek hosszát, mert egyébként azt mondjuk, hogy ezek a tünetek, ezek, ha kezeljük, akkor is 7 napig tartanak legalább, ha nem kezeljük, akkor is. De ezért ezek a tüneti szerek segítik azt, hogy ne érezze annyira rosszul magát az, akinek éppen mindene fáj, izomfájdalmai, fejfájása van, vagy a magas láz miatt érzi rosszul magát. Most azért van egy szerencsére egy ilyen áramlat is, ami a környezettudatosságra figyel néhány éve. De te, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, e szerint élni, gondolkodni, ezt kommunikálni, akkor azért ez még nagyon gyerekcipőbe járt, tehát te nagyon úttörő vagy ezen a területen. Hát nem tudom, egyébként nagyon érdekes, hogy mi most itt mind, mint nők ülünk, és elhangzott az is már, hogy tehát ez a női szerep, hogy egyrészt, hogy gyereket nevelni, másrészt háztartást vezetni, tehát hogy valahogy ami nekünk ez adva van, hogy elgondolkodjunk ezekről a dolgokról, és hogy jól csináljuk, és továbbadhassuk. És az az igazság, hogy én nem is tudtam akkor, amikor ezt elkezdtem, hogy társadalmi szerepvállalás, meg zöld vonulat, nem tudtam. Egyszerűen csak azt tudtam, hogy ami például az öregeknek a példájából jött, hogy az én nagyapámnak volt egy olyan fiókja a kredencbe, amiben minden bele volt rakva, ami még jó lesz valamire. De biztosan emlékeztek, hogy ez úgy nézett ki, hogy abba össze volt hajtogatva a nejlon zacskó, össze volt hajtogatva benne a lisztes zacskó, a szöget kiegyenesítették, alátétek voltak ott, rugók, szóval hogyha valamit csinálni kellett, akkor azt elővették és ezt használták. És hogyha arra gondolok, hogy mondjuk az én nagypapám azt mondta, hogy annak idején, amikor falun hazavitték a káposztát, akkor a szekér mögött ment egy gyerek, aki a káposzta leveleket összeszedegette, mert még az is az állatnak egy fél vacsora. És azt nem hagyták úgy a pocsékba. Úgyhogy ha azt mondom, hogy ha ami ma elfogy, az holnap már nem lesz, és mindösszesen csak ezt kellene végig gondolnunk, akkor mindenki elkezd ebben az irányban gondolkodni, és nem is csak a gyerekeink miatt, hanem a mi magunk élhető, egészséges környezete miatt is. Tehát egy boldogabb világ, meggyőződésem, hogy boldogabb világ az, amiért én tenni tudok, és a körülöttem lévő világ pedig ezt mint egy meghálálja. Úgyhogy ezért. Claudia, azért azt gondolom, egy kollégiumban nem is lehet olyan nagyon egyszerű ez szerint a metódus szerint élni. Hogyan oldod ezt meg te? Mi mindennel? Mit váltasz ki? Hogy csinálod? Hát igazából az általános dolgok, mind a tisztítószerek, tisztálkodószerek, azok mind a körülményektől függetlenek. Ugye én hoztam mosódiót, amivel én ugyanúgy a kollégiumi mosógépekben mosok, csak mosószer helyett ezt teszem a ruhák közé, illetve öblítő helyett citromsavat használok,
így a mosást meg tudom oldani környezetbarát módon, ugyanúgy a kollégium vagy a szobatisztítást, fürdőszobatisztítást, környezetbarát módszerek, ugye ecettel takarítom, és saját magamnak, amiket ugye kiválasztok, tisztálkodószerek, azok is ugyanúgy környezetbarát alternatívák, szóval szerintem ezek annyira nem függnek a körülményektől, sokkal inkább tőlünk, hogy milyen termékeket vásárolunk meg. Gyakorlatilag milyen praktikus tanácsokat tudnátok még adni ezzel kapcsolatban? Ugye elhangzott itt például a mosódió, mi van még? Nekem a hulladék csökkentésnél egy nagyon jó tanács volt, amit én is olvastam egy ilyen hasonló csoportban, mint a soproni kis csoportunk, hogy hogyan csökkenthetjük a hulladékot, és pont nem olyan régen egy másik csoportban olvastam erről egy beszélgetést, egy úriember kérdezte, hogy lehet-e arról szó, hogy még egy hulladék szigetet telepíteni az ő otthona közelébe, mert hogy annyira sok a szelektív hulladék, amit a sárga zsákban összegyűjt, hogy sokáig kell azt kerülgetni, mert hogy havonta egyszer viszik csak el, és az a baj, hogy tényleg sokszor fel sem merül az emberekben az, hogy sok a szemetem, akkor arra nem biztos, hogy az a megoldás, hogy újabb hulladék udvarokat kelljen telepíteni, hanem mondjuk termeljek kevesebb szemetet. És erre a legegyszerűbb és a legjobb mód szerintem az, hogy belenézünk a saját kukánkba, hogy mi van benne, és amiből a legtöbbet látjuk, azt akkor megpróbáljuk valamivel kiiktatni. A gyerekek rugalmasan tudnak alkalmazkodni mindig a helyzethez, úgyhogy őket nem kell annyira félteni ilyen szempontból, lelki szempontból. Hát aztán a kamaszokra nehezebb már hatni, mert ők nagyon impulzívak, ugye életkori sajátosságuk az, hogy nehezen késleltetnek, kockázatkeresőek sok esetben, félváról vesznek bizonyos helyzeteket, ezért nem kell őket hibáztatni, hiszen ők tényleg ilyenek, tehát ez belőlük fakad, az életkorukból fakad. Próbálni kell olyan referencia személyeket keresni, vagy találni, akik hitelesek az ő szemükben, és meghallgatni mondjuk ezeknek a személyeknek akár a YouTube videóit, vagy megnézni az Instagramon a posztjaikat, hogy mit érnek a koronavírussal kapcsolatban, és lehet a kamaszokkal egyébként híreket is nézetni nyugodtan. Egyébként nálunk például előfordult az, hogy én néztem az operatív törzsnek mindig, vagy nem mindig, de sokszor a sajtótájékoztatóját, és akkor pont az Andriska, aki ugye most 4 éves, így azt hitte, hogy az operatív törzs tehet arról, hogy most a koronavírus van, és mondta, hogy az operatív törzs bezárta a játszótereket. És így mindig, mert hogy ez volt az egyik probléma, hogy ugye nem lehet játszótérre menni, tehát elmentünk autóval mellette, de nem lehetett kimenni. És akkor mindig azt várt, hogy na mikor fogja végre azt mondani az operatív törzs, hogy ki lehet nyitni a játszótereket. És még az jutott eszembe ahhoz, amit mondtál, hogy a Mimi Csoda sorozatnak megjelent egy teljesen ingyen letölthető változata, és pont a koronavírusról szólt, nagyon szép képekkel, és tényleg a gyerekek nyelvén, és mi elővettük az iskolásokkal, végignézegettük és elolvastuk, hogy valamilyen szinten megértsék, hogy ez pontosan mit is jelent, mert azért nagyon nagy tévhitek lehetnek a gyerekekben, tehát egy csomó minden összekeveredik bennük, már a tüsszögéstől, köhögéstől is megijedhetnek, és az is nagyon veszélyes, hogy később hogyan szoknak le arról, hogy mondjuk összerezzenjenek, ha valaki mellettük egyet tüsszent. Igen, ezért is nagyon fontos, amit te is említettél, a referencia személyek, és szerintem kis gyermekkorban is fontos, hogy ki az, aki olyan hatással van, vagy annyira elfogadja a véleményüket, olyan bizalom van felé, hogy tényleg megértse azt, hogy mi miért van, és mi miért fontos. És egyébként visszatérve amit te mondtál, saját tapasztalat az, hogy teljesen zöggenőmentes állnak. Hát amíg mi küszködünk, nehezebben térünk át egy-egy változásra, ők sokkal könnyedebben. Tehát nálunk az iskolában például a folyosón maszkban kötelező közlekedni, ők automatikusan ki nem mennek a folyosóra maszk nélkül, hanem rögtön veszi elő, fogja, bejön, veszi le. Hihetetlen, hogy mennyire jó az alkalmazkodó képességük. Döbbenetes tényleg. Viszont nagyon fontos, hogy olyan maszk legyen, ami tetszik nekik, mert én belefutottam abba, hogy két maszkot is vettem a kisnál,
kislányomnak is iszonyatosan nagy hiszti lett abból, hogy ő ezt nem hajlandó felvenni, mert jó, hogy maszkot kell venni, de attól még nem kell rosszul kinézni. Úgyhogy az igaz, ez tényleg nagyon fontos. Igen, és igen, kiskor, bocsánat. Meg is nézik az egymás maszkjait, hogy a tiéd a sok eszebb, mi van rajta, mutatják. Reméljük, cserében nincsen, mert ugye okafogyottá válik a dolog. De tényleg, tehát ki is elemzik, hogy egymásnak milyen maszkja. Sőt, van olyan, akinek több van, egy héten 3-4 félét hoznak, és mutatják nekünk is, hogy most éppen ilyet kaptak, ugye? De mondom, tehát rendkívül alkalmazkodóak, hihetetlen döbbenetes tényleg. És ennek ismert egyébként az egészségpszichológiai háttere is, tehát kiskorban, óvodáskorban, kisiskoláskorban a legfogékonyabbak a gyerekek az egészségvédő magatartás formáknak az elsajátítására. Tehát, hogyha akkor jó példát látnak a szülőktől, és kapnak információkat a szülőktől, akkor ennek megfelelően fognak viselkedni, tehát mondjuk be fogják csatolni a későbbiekben a biztonsági övet, fognak felvenni bukós isakot biciklizéshez, síeléshez, és mondjuk a könyökhajlatba fognak tüsszenteni, vagy viselni fogják a maszkot, vagy meg fogják mosni a kezüket. Igen, a pozitív minta az nagyon-nagyon fontos. A számadatok azt mutatják Magyarországon, hogy a szűrésre behívottak 30%-a jelenik meg a szűrővizsgálaton. Sopronban is ez az adat. A 2019-es adataink úgy néznek ki, hogy 12.099 hölgyet hívtunk, beszólítottunk meg emlőrák szűrésre, és ebből 3576-an jelentek meg, ez 29,5%, ez nagyon kevés. Ahhoz, hogy a szűrővizsgálatok hatékonyak legyenek, hatásosak legyenek, ahhoz a meghívottak 70%-a meg kellene, hogy jelenjen. És hány embert sikerült kiszűrni? A tavalyi évben 11 rossz indulatú daganatot diagnosztizáltunk, és egy jó indulatút. Országos szinten miképpen néz ki a mellrák daganat a számok tükrében? Évente olyan 7-8 ezer új esetet fedeznek fel, és 2-2300 beteget veszítünk el emlőrák miatt. És ez a halálozás lehetne csökkenteni azáltal, hogyha a szűrővizsgálatokon megjelennének a hölgyek. Ha valaki meghallja ezt a fogalmat, hogy mellrák daganat, akkor valahogy a fejében rögtön szerintem megjelenik az a kép, hogy halálos betegség. Cáfoljuk ezt meg. Cáfoljuk meg, így van, hogy ha az emlőrák korán felismerésre kerül, akkor a betegek 70-80%-a gyógyítható. Tehát itt az időn van a hangsúly, hogy minél korábban legyen felismerve a betegség. Enikő, te annak idején elmentél szűrésre, éltél te is a lehetőséggel. Miért tartottad ezt fontosnak, hogy időről időre eljárj rá szűrésre, hiszen gyakorlatilag ennek most akárhogy vesszük, az életedet is köszönheted? Hát aki engem ismer, az tudja, hogy én nagyon fegyelmezett ember vagyok. Olyan családba születtem, ahol az orvosoknak óriási tekintélye volt a szüleimtől. Ezt láttam kiskoromtól kezdve, hogy rendszeresen jártak orvosokhoz, rendszeresen éltek a lehetőséggel, és részt vettek a szűrővizsgálatokon, és valahol fel sem merült a családtagjaimban, hogy megkerülve az orvostudományt, különböző alternatívákat keressenek maguknak. Tehát én ebbe beleszülettem, és én is mindig minden szűrésre eljártam, ettől függetlenül két szűrés között is kialakulhat egy daganat, de az, hogy én most itt ülhetek, az annak köszönhető, hogy éltem a lehetőséggel, és elmentem a mellrák szűrésre. Tehát igazándiból itt a korai felismerésen, a korai diagnózison van a hangsúly, hogy időben eljussanak a hölgyek a szűrővizsgálatokra, és hogyha baj van, akkor ezt időben felfedezzék náluk. Gondolom ez a legfőbb üzenete egyébként az októberi hónapnak. Igen, így van, a korai felismerés ez az üzenete, de még visszacsatolnék Enikő, amit mondott, ez egy ismert fogalom, ezt úgy hívják, hogy intervallumrák, tehát amikor a daganat a két szűrés között jelenik meg, mert ugye a 45 és 65 év közötti hölgyeket két évente hívjuk be erre a vizsgálatra, de sajnos előfordul ilyen is, hogy a két szűrés között, bár negatív volt az előző szűrés, és megjelenik maga a daganat, és ilyenkor egyből orvoshoz kell fordulni, tehát nem szabad abban megnyugodni, hogy az előző szűrésem negatív volt, és majd elmegyek a következőre. Ha bármi észlel az ember a mellében, akkor orvoshoz kell egyből fordulni, mert ez is előfordul sajnos. Akkor beszéljünk már arról, hogy mik lehetnek azok a figyelmeztető tünetek, amikor menjünk el szűrésre, és ne halogassuk.
Hát alapban a csomó, tehát hogyha valaki csomót tapint a mellében, de ha az emlő alakja megváltozik, hogyha a bőr megvastagszik, az emlőbimbó behúzódik, vagy az emlőbimbó környéke kisebesedik, vagy véres váladékozás van, ilyenkor mindig orvoshoz kell fordulni. Zsuzsa, akkor te is azért éltél a lehetőséggel, hogy elmentél a szűrésre, mert te is fontosnak tartottad ezek szerint, hogy 2 évente él ezzel a lehetőségeddel? Igen, igen. Mindig eljártam a szűrővizsgálatokra, és én tünetmentesen mentem el a szűrésre, és ez volt a szerencsém igazából, mert a szűrésen fedezték fel a daganatomat. Nem volt tapintható, nem volt semmi jele, és ezzel igazából az életem került megmentésre, hogy időben felfedezték. Hogyan élted meg azt a pillanatot, amikor visszahívtak ugye kontrollvizsgálatra, amikor már sejtetted, hogy valamit találtak? Sejtettem, hogy valamit találtak, mert visszahívtak. Hát az első pillanat az borzasztó volt. Összeomlottam, elsírtam magamat, és mire a kórházból kiértem, úgy döntöttem, hogy én ezt nem hagyom, és meg fogok gyógyulni. Kiknek tudnátok ajánlani a saját kedvenc sportágatokat? Egyáltalán meg lehet ezt határozni, hogy kiknek lehet ajánlani, Judit? Én azt gondolom, hogy ha az én sportágamat nézzük, akkor mondjuk a gyerekeket leszámítva, mert hogy ugye ez az eszköz, maga a spinning eszköz, azért az adottságait tekintve arra nem alkalmas, hogy mondjuk gyerekek tekerjenek rajta, de tulajdonképpen fiatalok, idősebbek, tehát hogy teljesen korosztálytól, nemtől és kortól függetleníteném. Ráadásul azért is tartom nagyon jó dolognak, mert ízületkímélő és kardioedzés. És mivel kardioedzés óriási jelentősége van, azt gondolom, hogy a mai 21. századi embernek kötelező a kardioedzés. Mi nem jól élünk, alapvetően hiszem és vallom azt, hogy élni, teremteni és alkotni csak jó fizikális és lelki állapotban lehet, és ahhoz, hogy a vérkeringésünket, az érhálózatunkat, a szívrendszerünket, a hajszálereket tágítsuk, az izmokat építsük, ahhoz elengedhetetlen a kardió. És innentől kezdve azt gondolom, hogy bárkinek javallott. A futás is vajon bárkinek javallott? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a futás a járás után az első, amit megtanulunk, és bárki képes rá. Minimális eszközt igényel, tehát eszközre nincs nagyon szükség. Van egy jó futócipőnk, viszonylag jól mérhető az eredmény, tehát én mindenkit, és itt a gyerekeket is belevéve, lehet, hogy nekik azért egy picit unalmasabb, de én tudom magamról, hogy minden sportágnak az alapja a futás. Szerintem. Ez így van? A kézilabdánál is fontos volt a hogy futás? Ne, természetesen. Ezzel nagyon egyet tudok érteni, és azzal is, hogy azt mondod, hogy 0-100-ig vagy bármeddig, tehát nincs korhatár a futás elkezdésében, a végzésében, tehát nincs olyan, hogy valaki sosem futott és nem is fog. Tehát ez bármikor, azt gondolom, egyetértünk ebben, hogy el lehet kezdeni. Érdekes, mert a kézilabdának szintén az alapja az állóképességhez, a futás az szükséges. Soha nem szerettem a futóedzéseket, ez nagyon érdekes. És amikor véget ért a kézilabdás pályafutásom, mégis rátaláltam a futásra. Én ki tudok kapcsolni, amellett, hogy elfáradok, és vannak olyan távok, ami tehát ez saját magamnak fárasztó, és alig várom, hogy a végére érjek, mégis a gondolataimat szabadon tudom engedni, és olyan sok minden kerül a fejembe, amiket így közben végig tudok gondolni, és ez amire a végére érek, egyrészt elfáradok, jól érzem magam, meg megoldok néhány dolgot is így fejben. A TRX pedig a másik rész, ami egy csoportos dolog, ha egy jó társaságba sikerül bekerülni, egy nagyon jó felkészült edzővel. Az eleje nehéz, mert számomra szokatlan volt, tehát olyan mozgásformációkat kell végezni, ami nem volt ismert, de amint ráér ez az ember ezekre a mozdulatokra, nagyon jó, nagyon hasznos, és azt gondolom, hogy ez is kímélő mozgás, és jó, érdemes.
érdekes mindegyikőtöknek a területe, de vajon hogyan találtatok rá? Hiszen ezek nem hétköznapi tevékenységek, nem hétköznapi kézműves tevékenységek, hanem mindegyik nagyon különleges és kuriózum. Hát nekem általános iskolás rajztanárom mondta, hogy mivel hogy nagyon ügyesen rajzoltam, hogy irányherend, és felvettek elsőre úgy, hogy onnantól kezdve ezen az úton vagyok. Andi, te ezt számodra egyértelmű volt, hogy te kézműveskedtél? Mindig is kézműveskedtél? Hát mindig nyilván, én is ugyanúgy, mint más anyukák, persze, meg hát gyerekkoromban én is jártam külön rajzszakkörre, tehát ez az egész életemet végigkísérte. A festés az később jött jóval már így a gyerekeim kapcsán. Ugye én is próbálkoztam különböző hobbikkal, technikákkal, de valahogy egyik sem nyert el az én ízlésemet, a tetszésemet, én nekem mindegyik egy kicsit olyan mesterkélt volt, olyan kevés, és akkor kezdtem mindig hozzátenni, mindig egy kicsit kiegészíteni, és a végén rájöttem, hogy tulajdonképpen meg is festhetném én azokat a motivumokat, és akkor kezdtem el tanulni, workshopokra járni, online foglalkozásokat vásárolni, mert arra azért van mód és lehetőség ma már az internet világában, hogy akár amerikai dizájnereknek egy-egy munkáját megvásároljuk, és ugye akkor az oktatóanyagot megkapjuk, és az alapján képeztem és képezem magam mai napig is. És van is egy vállalkozásod, az Ekurárium, ugye? Igen, most már hivatalos vállalkozás, ez 8 éve. Úgyhogy és ebbe ugye belehúztam, a virágkötő tanfolyam az ugye később jött, mert hát természetesen az kell. És annak is szerettem volna az alapjait megtanulni, tehát én azért szeretem tudni, hogy mit, miért, hogyan csinálok, és hát így most így az adventi, vagy akár a nagyobb ünnepek körén, hogyha szeretem ötvözni a kettőt. Eszter, miért pont az üveg? Teljesen véletlenszerű volt. Általános iskolából kezdődött ez már, tehát hogy engem is csak a rajz foglalkoztatott mindig. Ez akkor probléma is volt, tehát hogy problémás gyerekek közé tartoztam emiatt. Mondjuk matekórán esetleg nem a képleteket néztem? Nem, az Orsolya iskolában jártam, és ott első osztályon lehetett látni a Kecske templomnak a tornyát, úgyhogy ez minden matek füzetemben benne volt. Hát ez nyilván nem éppen túl szerencsés volt, viszont szerintem azt álmomban is le tudnám rajzolni még a mai napig is. És hát akkor jött a pályaválasztás, és én abszolút határozottan tudtam azt, hogy én egy művészeti iskolába szeretnék menni. Tehát hogy ez nem volt kérdés. Tehát hogy kicsit én olyan furcsának is érzem, amikor pályaválasztás előtt állnak a gyerekek, és akkor így sok gyerektől hallottam már, hogy de hát majd anya kitalálja. Tehát hogy én nekem ez annyira egyértelmű volt. Aztán jobb rajzosok közé kerültem be a rajzi felvételin, és akkor ki lehetett próbálni ezt a szakmát, mert akkor az üvegfestés és az ólomüvegező szak Magyarországon középiskolai oktatásban, ez egy ilyen kísérleti osztályként indult akkor, és az első hónap után én egyértelműen tudtam, hogy én üveges szeretnék lenni. Hogy a helyedem vagy ezek szerint. Igen, és azóta is töretlenül ezt akarom. Tehát soha nem gondoltam azt, hogy én nekem máshol lenne a helyem. Holott volt egy időszak, amikor volt egy kitérő, de igazából azt is úgy kerestem, hogy szeressem. Köszönjük, hogy egész évben kitüntettek minket figyelmükkel. Találkozunk 2021-ben is, újabb témákkal és vendégekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Rejter Borászat.